versenyeken, ünnepeken jelvényünket büszkén viselem. Versenyeken, ünnepeken jelvényünket büszkén viselem. Tiszteld a múltat, hogy értesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Ezzel a mondattal nyitották meg a hagyományosan megrendezett Széchenyi napot Bonyhádon. Steiner Krisztián intézményvezető elmondta, hogy gróf Széchenyi István születésnapjának a tiszteletére rendezik meg minden évben ezt az emléknapot. Ilyenkor a kis elsősök ünnepélyes keretek között tehetnek iskolapolgári fogadalmat. A korábbi években ez az ünnepség összekapcsolódott egy kirándulással. Ezt az elmúlt időszaknak az időjárási viszonyai, illetve a pandémia miatt most megváltoztattuk, és most alapvetően inkább ez az ünnepélyes rész domborodik ki. Díjátadás, avatási ünnepség, de azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos a tanulóink számára. A hagyományokhoz híven ezen a rendezvényen adják át az elmúlt tanév legjobban teljesítő nyolcadikosának is a vándorserleget. Ezt az a diák kaphatja meg, aki nem csak kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt ért el, hanem a közösségi életben is aktív szerepet játszott. A tanárok véleménye és javaslata mellett a diákok is szavazhattak arról, hogy kié legyen a serleg. Idén Bene Máté részesülhetett ebben a megtiszteltetésben. Nem számítottam a díjra, vagyis hát nem régóta tudom, hogy én fogom átvenni a díjat, és egy nagyon jó érzés volt átvenni, mert éreztem, hogy a szüleim büszkék rá, és örültem, hogy a sok szorgalomnak és munkának beérett végre a gyümölcse. Máté egy évig büszkélkedhet az eredményei után járó díjjal, majd jövőre ő adhatja tovább a legeredményesebb diáknak.